Sziasztok, Szeni vagyok, és üdv újra itt a csatornámon, most egy jó pár hét kihagyás után, ugyanis nyaralni voltam, nem tudom, egy kicsit úgy, kicsit talán látszik, hogy barnább vagyok, illetve a hajam egy kicsit készülkült. Ja, és ez alatt az idő alatt, míg nem voltam itthon, jó pár beauty box, tudjátok ez, amit mindig előfizetek havonta, jó néhány megérkezett, és ezeket fogom most inkább így mindet egy videóban megmutatni nektek. Kezdeném mondjuk azzal, hogy a Glossy Boxnak volt egy ilyen nyári sale, szóval ilyen leárazása, hogy svéd és francia beauty boxokat lehetett megrendelni, majdnem, hogy féláron. És csak, hogy lássátok. Erről van szó. Ezzel fogom kezdeni, utána megnézzük a My Little Box júniusi kiadását, a Glossy Box Young Boxnak a júniusi kiadását, illetve a júniusi Goodie Boxot, és a Goodie Boxnak most van egy új kiadása, ami a Crush Box, ami csak sminktermékeket tartalmaz, azt is ki fogjuk a végén nyitni. De most kezdjük ezzel a 6 dobozzal, pontosabban 5-öt fogok megmutatni, ugyanis egy doboz, egy ilyen Mary Poppins-os doboz kétszer volt benne, és már megnéztem, ugyanaz van mind a kettőben, szóval csak egyszer fogom megmutatni, mert is minek. De akkor kezdjük is ezzel, ez Franciaországból van, a Francia Glossy Box-tól. És ebben van a Nico Pro márkától egy Liquid Jelly arcpirosító a Bali színárnyalatban, egy eléggé élénk rózsaszín. Aztán a Glossy Box saját márkájától van benne egy szép ilyen halvány rózsaszín rézzel kombinált szemhéjpúder ecset, ami nagyon-nagyon csinos szerintem. Ezt a terméket már többször láthattátok nálam, hogyha nézitek mindig a Beauty Boxos unboxing videóimat, a Meech & Mia márkától. Ez az 54-es arany színű eyeshadow stick, ez már többször, tehát ugye 10-szer nem volt már nem meg nekem, akkor egyszer sem, ez itt megint benne van. Illetve a Context márkától egy mikroderm regenerátor, vagyis egy 2-1-ben ilyen napi arc tisztító, 30 ml. Nem ismerem a márkát, de úgy egész kis csinos, ilyen visszafogott stílusa van. Illetve van benne egy rúzs is, ez az Icona Milánótól van. Egy kis csillogó a tégely, és egy ilyen sötét, barnás, bordós színű rúzs van benne. Én ezeket mondjuk egyáltalán nem szeretem, az ilyen rúzsokat, ami lapos is, így meg gömbölyű. Én ezt nem tudom rendesen felkenni a számra. Jó, ez megvolt. Folytassuk ezzel a szép bordó arany dobozzal. Ez ugyanúgy néz ki, mint a 2019 novemberi német beauty glossy box, ugyanis ez a doboz nekem már megvan. Ez viszont most Svédországból van, Mary Metallics, az volt a téma neve, mikor ez kijött. És akkor nézzük, mi van benne. Van benne egyszer egy kókuszvizes és mimóza virágos arcmaszk. Biztos nagyon jó illata lehet, és ez egy frissítő, hidratáló maszk. Van benne kettő kis próba, a Louise Widmer márkától szemkrém, intenzív anti-aging szemkrém, 2-3 ml. Aztán ez mondjuk szerintem nagyon jó termék, a Body Shopnak a Juicy Pear, ez a karácsonyi körtés illatban egy készkrém, 30 ml, és ez nem egy drága cucc, viszont már nem kapható, megnéztem, tényleg nem kapható már ez a Juicy Pear, ez a körtés illat, ezt karácsonykor láttam a Body Shopnál, illetve a Body Shopos adventi naptárban is benne volt, szóval ez lehet, hogy már kincset ér. Egy kis kupon. A May márkától. Van egy nagyon-nagyon szép csomagolású rúzs benne. Nem ismerem a márkát, de tényleg nagyon szép, és a színárnyalat pedig a Tulip,
úgy néz ki a rózs, mint egy töltény. És ilyen színű a rúra. Ilyen szép, ilyen nódos, barnás árnyalat. Nekem ez túl barna sajnos, de amúgy maga a rúzs gyönyörűen néz ki. És utoljára pedig van a Steve Lauren márkától egy Loose Powder. Na, gyere ki. Így néz ki, nagyon-nagyon szép tégelye van, és rose gold az árnyalata. Na, ezt a boxot is kivégeztük. A következő szintén egy svéd box lesz. Az pedig így néz ki, ez a 2019-es Festival Frenzy témanévre hallgató doboz Svédországból. Amúgy nagyon-nagyon jól néz ki szerintem a design. Nézzük ebben mi van. Van benne az Eco Infusions márkától két termék. Egyszer egy habos, száraz sampon, szóval száraz sampon, de mégse száraz, mert olyan, mint egy hajhab. Ilyet még nem is láttam, viszont maga a csomagolás is tök jól néz ki, ilyen hát ilyen drága hatása van, vagy nem is tudom, hogy mondjam. 150 ml, szóval egy nagy méret, és volument ad, és felfrissít. Ezt lehet, hogy tesztelni fogom egyszer, ha nagyon zsíros a hajam. Illetve van benne egy darab ilyen kis sheet, nem tudom, hogy ezt magyarul hogy hívják, egy ilyen kis kendőcske. Ez pedig ilyen anti-frizz, szóval, hogy nem száll tőle a hajad, és kicsit felfrissít. Akár még fesztiválra is jó lehet, bár fesztiválkor szerintem az ember az első nap után leszarja, hogy hogy néz ki a haja körülbelül. De, hogyha nagyon fontos nap van valahol, akkor ez még jól jöhet. A következő termékünk a Garniertől egy jó nagy csomagolásban lévő After Sun maszk, ezt 15 percig kell rajta hagyni. Szerintem ez tökéletes dolog arra, hogyha valakinek nagyon le van égve az arcbőre. Hát nekem most nyaraláson nem, egy kicsit barnább lettem, de amúgy nem égtem le szerencsére. Szóval ez egy ilyen napozás utáni arcmaszk. A következő a Dr. Pao Pao márkától. Fogalmam nincs, hogy ez milyen termék. Annyi van rajta, hogy valami multifunkciós puhító balzsam, pau-pau-val, akármi is legyen az a pau-pau, mondjuk a képen itt ilyen papaja van, azt hiszem. Van ez, hát, na, hú, de németesen akartam megfogalmazni, szóval ajakra is használható, illetve arcra, és egy ilyen kozmetikai finist is ad, és vegán, és cruelty free, és illatmentes, és 25 ml, halványra gőzöm nincs, hogy ez mi akar lenni, valamilyen balzsam, olyasmi lehet, mint ez a, nem a lóbarzsam, mire gondolok, ez a, tudjátok, ez a, ja nem, az Magyarországon lehet, hogy nincs ilyen, ilyen baba popsi krém elvileg, de nagyon jó, hogyha ki van az szállatban az embernek a szája, az arc, szóval ilyen kis baba krém, na hát olyasminek tudom ezt elképzelni. Aztán az utolsó előtti termék ebben a dobozban a De Bruyère Paris márkától egy parfümizált After Sun Lotion, szóval egy napozás utáni krém. Ez 50 ml, és egy kis nyárias dizájnja van. Az utolsó termék ebben a dobozban pedig a Pop-Up Beauty-tól Peel Off Glitter Gale Mask. Ez egy jól látható kívülről, hogy tényleg ilyen kis csillagok, meg ilyen kis glitterek vannak benne, egy ilyen zselé. És ez elvileg egy olyan arcmaszk, amit fölviszel, és aztán le is tudsz húzni. És itt van a kis kártya hozzá, gyors meg tudom mondani, hogy mi mennyibe került. A száraz sampon 14,90, ez a balzsam 7,90, az After Sun Lotion 11 euró, a Gel Mask 2,50 euró,
és a Garnier maszk pedig 4,45 €. A következő szintén Svédországból van egy gyönyörű, szép doboz, egy szép türkiszkék színben, és nagyon-nagyon nehéz. Van benne a Sleek márkától egy highlighter paletta, ezt is többször láthattátok már nálam, ez is többször benne van beauty boxokban vagy adventi kalendáriumokban. Van a Palmolive-tól egy Cherry Blossom, szóval egy cseresznyevirágos krémtusfürdő. Schwarzkopf Gatubitól egy hashtag Oh My Nude puhító krém. Erre nem igazán jöttem rá, hogy ez mi akar lenni, mert szerintem ez nem hajkondicionáló, szóval, hanem inkább valamilyen krém, amit belekensz a már száraz, vagy még egy kicsit vizes hajba, és utána stylingolod a hajadat, mert azt írja, hogy light definition, anti-frizz, szóval, hogy nem száll a haj, glossy finish, szóval fényes finish, és no visible residue, szóval gondolom, hogy nem látszik utána, hogy még van valami a hajadon. Nem tudom pontosan, hogy ez milyen termék, de ahogy tök jól néz ki a dizájnja, szóval ez biztos egy ilyen jó kis stylingoló, ugye lehet, hogy ilyen kis nyári hullámokat ad. Ez pedig a Bahia Paris-tól Gommage French Pompon Test Radé. Ezt szintén láthatátok már nálam egyszer valamelyik beauty boxban, ugyanis ez nekem már megvan egyszer. Ez egy rózsás, licsis testradér. És utoljára pedig van benne a Karl Lagerfeldtől egy ilyen kis parfüm próba a Fleur de Orchidée parfüméből. Jó. És akkor az utolsó ebből a szélből, ez Franciaországból van, a témája Under the Sea volt, szóval ez is egy ilyen kis nyári box. Ebben van egy ilyen ingyen termék, egy ékszer márkától Under the Sea van ráírva, ez egy ilyen kis karkötő, illetve hajguminak is használható. Van benne a Monu Skin márkától egy szem hűtő krém, Eye Cool Gel, áll rajta 15 ml. Aztán van a Marilou Bio márkától, nem igazán jöttem rá, mert csak franciául van rajta, hogy ez milyen krém akar lenni. Valamilyen arckrém, egy vitalizáló arckrém, többet nem tudok róla sajnos mondani. Illetve van a Senhor de Bonfim márkától Seawater Hairspray, szóval egy ilyen kis hajspray, amiben tengeri só van, és csak tippelek, hogy ettől ilyen tök jó ilyen kis szörfös Barbie lookot lehet csinálni. És kettő termékünk van még, az egyik a Karl Lagerfeld és a Model Co. kooperációjából született szemöldök ceruza, sötét barna színben, ezt most nem csomagolom ki, egy ceruza van benne, ugyanez a design fekete ezzel a felirattal, és sötét barna színű a hegye. Illetve a Mannakadar márkától is van benne egy HD Perfecting Powder, szóval ez egy ilyen fixing powder lehet szerintem. Ilyen világos, bőrszínű. Mit ugattok? Biztos csak elsétál valaki a kerítésnél, ezt megőrülnek a szomszéd kutyái. Jó. Akkor ha már Glossy Boxnál voltunk, akkor folytassuk a júniusi Young Box-tal. Ez ugye minden két hónapban jelenik meg, ez alkalommal egy kis citromsárga dizájnt kapott. Eat, Sleep, Travel, Repeat a mottója, szóval ez is egy ilyen kis nyári, ilyen utazós box lesz. Ilyen térkép mintás sejempapír rajta. És van benne az Alverde Natur kozmetikától egy Wolke 7, szóval felhő 7 névre hallgató highlighter paletta. Ezt is láthattátok már nálam, mert ez is talán már kétszer benne volt valamiben, és ezen megint tovább fogok adni. Ja. A
következő a The Beauty Mask Company nevezetű márkától egy almás és zöld teás detox arckrém, nem arckrém, arcmaszk. A Lavellonnak van egy új limited edition kiadása, a Pastel Dreams, vagy Pastel Álmok névre hallgató kollekció, és egy nagyon-nagyon szép ilyen kis pastel türkiz színben van benne egy Lavello, Be Happy, az van ráírva, és vanilla, vanília, vanília aromás. Az utolsó előtti termék az az Airbase márkától, ez egy relatíve drága márka, tőlük van egy ilyen, hát ilyen halvány, zöldes, ilyen zöldalmás korrektor. És utolsó sorban pedig a Jean and Len, az egy relatíve új márka, nem tudom, hogy Magyarországon kapható-e, de itt Németországban most eléggé reklámozzák magukat, illetve a DM-ben is kaphatók már a termékei, ez pedig egy szájvíz, egy szenzitív szájvíz, eukaliptusz olajjal és zálbájjal, nem tudom, hogy a zálbáj az mi magyarul. És azt írja, hogy nagyon csípős, szóval, hogy erős, és hogy a gyengék keverik össze egy kape, szóval egy ilyen kupaknyi vizet, egy kupaknyi szájvízzel, mert ez egy eléggé csípős verzió, és ez 300 ml, szóval tényleg eléggé nagy méret. És ez lett volna a Young Box. Jaj, bocsánat, ezt kihagytam, és volt benne még egy ilyen glossy boxos, ilyen átlátszó, dupla oldalú kozmetikai táska, ami, hogyha repül, az ember tökéletes, mert be lehet zárni, átlátszó, be is tudnak látni, szóval tök jó. Folytassuk a My Little Box-szal. Erről azt hiszem csak 2 vagy 3 videóm volt, mert utána fel is mondtam ezt a rendelést, de most volt egy olyan akció, hogy ha újra rendelsz, akkor 3 kicsi klinik terméket kapsz hozzá ajándékba. Szóval úgy voltam vele, hogy amúgy is nézegettem, mert egy gyönyörű szép táska van benne, hogy rendeljem meg, de 18 eurót sajnálok rá, de aztán láttam, hogy van hozzá 3 ingyen klinik termék, mondom, jó, akkor egy fene. Egy nagyon aranyos nyárias kis zsákban érkezett, és egy ilyen táskában voltak a termékek, ugye nagyon szép ilyen réz lánccal van kombinálva, és nagyon-nagyon szép, puha az anyaga, szerintem tökre stílusosan néz ki. Kezdjük a 3 úgymond ingyenes klinik termékkel, az egyik egy 3,5 ml-es fekete színű szempillaspirál, egy sminklemosó, ez 30, nem, ez 50 ml, illetve egy 5 ml-es All About Eyes szem körüli ápolókrém. Hogy hívják ezt? Szemápolókrém? Szem körüli? Na, értitek. Ezen kívül pedig 3 termék volt benne a My Little Box-ban, ami kicsit kevés, mert általában 4-5, sőt, mi az a 4-5? 5 termék szokott benne lenni, a My Little Box-nál pedig 4 termék, plusz egy valamilyen kiegészítő. És ez alkalommal ugye egy eléggé gyönyörű szép kiegészítőt kaptunk, benne van ilyen kis papír. Viszont ennek ellenére én mégis kevéslem azt, hogy van benne egy full méretű termék, egy ilyen próba, amit ingyen szokott kapni az ember a gyógyszertárban, és egy 50 ml-es kis termék is van benne, ez pedig a Caudalie-tól Instant Foaming Cleanser, szóval egy ilyen habos szőlőt tartalmazó arctisztító. Az EU szerint van benne egy ilyen kis próba, egy 50 faktoros Sensitive Protect napkrém, naptej, illetve a My Little Box saját márkájától van benne egy nagy adag testradír. Ezt gyorsan visszapakolom ebbe a kis tatyóba, ez itt a praktikus.
És folytassuk a Goodiebox-szal, majd a Crashbox-ot hagyom a végére, mert az új. A Goodiebox júniusban egy ilyen kis ég színkék, ilyen kis babakék színt kapott, és a motto ez alkalommal a Vitamin C, the Vitamin C. Nagyon-nagyon jó illat van benne, és nagyon jó termékek is vannak benne, meg is mutatom. Ugye ezeket már kibontottam, hát az volt az első, mikor hazaértünk a nyaralásból, hogy ugye a kanapénkon álltak hegyekben a csomagok, szóval nem bírtam ki, kellett bontanom, és tényleg bocsánat, tényleg nagyon-nagyon jó termékek vannak benne, ugyanis ebből hármat tettem fel internetre, hogy nekem nincs rá szükségem, én nem tudom használni, szóval továbbadom, és kettőt már meg is vásároltak, szóval ja, jó cuccok. Kezdjük a legnagyobbal, azaz Unven márkától egy ilyen nagyon kényelmes, ergonomikus, puha hajkeffe, nagyon puhák a sörté is, és ez azt hiszem 15 euróba kerül, én pedig 10,50 € tudtam eladni, szóval nagyon jó, tényleg. Eco Hairbrush az a neve. Itt még ír róla információkat, de én ezt nem is olvastam el, meg nem is annyira érdekel. Megvan az a hajkefe, amit én mindig használok, és mindig újra veszem, hogyha már undorítóan néz ki. Szóval erre nekem tényleg nincs szükségem. A másik termék pedig, amit sikerült már, szintén sikerült már eladnom, az a Valker márkától egy haj szappan. Így néz ki. Kis zöld, nagyon-nagyon jó illata van, viszont én egyáltalán nem használok szappan, főleg nem a hajamra. Nem tudom, hogy írja-e, hogy organikus olajak vannak benne, méghozzá aloe vera és szőlőmag. De tényleg ilyen szőlős illata van, szóval passzol. A következő termék a Karma Mayutól, egy 15 faktoros sun és body lotion, szóval egy ilyen naptej, illetve testápolóként is funkcionál minden bőrtípusra. Ez pedig nem egy nagy méret, 30 ml, szóval ezzel nem tudod magad az egész nyaralás ideje alatt kenni, viszont egy pár alkalomra biztos elég. Az utolsó előtti termék a Sandstone-tól, egy vízálló szempillaspirál. Ettől a Sandstone márkától volt már szempillaspirál, ha jól emlékszem, az első Goodiebox-ban. Amúgy így néz ki, szóval egyáltalán nem egy olyan nagyon csinos szempillaspirál. Viszont Special Edition, szóval egy ilyen limitált kiadás úgymond, és vízálló. Nekem most pont elfogytak a vízálló szempillaspiráljaim. Ezt sajnos pont a nyaralás előtt vettem észre, ugyanis azt akartam volna bepakolni, de rájöttem, hogy nincs, már nincs, pedig régen csak azt használtam úgy minden napokra is. De végül el voltam a normális szempillaspirálommal is. De amit mondani akartam, hogy ez a Sandstone márka, ez egész jó, szóval egyáltalán nem csomósodik össze a szempillem tőle, szóval csak ajánlani tudom. Az utolsó termék pedig a Balance Me márkától, egy ilyen kis matt üvegcsében, arcolaj, nagyon-nagyon jó illata van, 100%-ig természetes anyagokat tartalmaz, és Rose Otto fantázia névre hallgat, ez pedig egy vegán termék, méghozzá brit termék, 10 ml, és ezt mindenképp tesztelni fogom, mert most nyaralás alatt észrevettem, hogy az olaj egész jó hatással van az én száraz arcbőrömre, szóval ezt mindenképp tesztelni fogom, nagyon-nagyon örültem, hogy a júniusi valamelyik beauty boxban volt egy arcolaj, mert mindenképp arra gondoltam, hogy bárcsak lenne mostanság egy ilyen termék az egyik dobozban, és szerencsére lett is, szóval nagyon örülök neki. Erre is rakom, hogy ezt majd használni fogom. És végezetül pedig nézzük meg a Crush Boxot. Ez egy nagyon nagy újdonság a Goodiebox-tól. Ez 15 euróba kerül. Nagyon-nagyon picikének tűnik. 4 termék van benne. Mondjuk én úgy emlékeztem, hogy 5-öt raknak bele, de csak 4 van benne, mindegy. Ennek is ilyen kis nyárias dizájnt adtak. És ebbe kizárólag smink termékek vannak, ezt ugye a videó egyik részében már mondtam. És összegyűrtem benne a papírt.
Van benne a Gos márkától egy szép ilyen kis nyárias kék körömlak. A Pays Claire márkától pedig egy ilyen halvány bőrszínű, szóval ez pont tök jól passzol nekem ide a szemem alá. Egy világosító concealer, szóval egy ilyen kis korrektor. Én ezt a szem alá tudnám nagyon jó elképzelni, de esetleg ide, illetve esetleg ide az orrnyeregre. Aztán a harmadik termék a Mezauda Milánótól egy rúzs, egy ilyen száj, ceruza, egy jumbo száj ceruza a 102-es vonka színárnyalatban. Nem is tudom megfogalmazni, hogy ez milyen szín lehet, mert nem is piros, nem is barna, és amúgy így néz ki, nem veszem le a kupakját, egy ilyen nagy fejű rúzsról van szó. És az utolsó terméke ennek a videónak pedig a 10 márkától egy krémes highlighter még hozzá a Body Heat árnyalatban. Nagyon-nagyon jól néz ki a csomagolás, nem tudom, hogy így kamerán átjön-e, nem fókuszál ez a szar már megint. Megpróbáljuk, hogy így rákattintok, hogy ide fókuszálj, nem. Nem akarodzik neki fókuszálni, és így. Nem, oké, nem akar. ki is csomagolhatom igazából. Hogy lássátok, hogy ilyen maga a doboz, ezt így le lehet tekerni, ilyen kis színes koponyák vannak rajta. És nem fogom kinyitni, de egy ilyen gyöngyházas rose gold színről van szó. De kicsit folyós, szóval nem szeretném kinyitni, de amúgy a dizájnja tök jól néz ki. Hát, ennyi lett volna, ez egy kicsit hosszú videóra sikeredett, de remélem nem bánjátok. Így szerintem itt több értelme volt, hogy az összes megérkezett beauty boxot egy hosszabb videóban mutassam meg nektek, és nem külön-külön, ilyen 5-7 perces videókban. Szerintem ez így nektek is talán élvezhetőbb volt. Ha tetszett a videó, akkor pedig nyugodtan dobjatok egy lájkot, vagy amit. Ha pedig tetszett a videó, és szívesen látnám még tőlem hasonló tartalmat, akkor iratkozz fel a csatornámra, és legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!